A frös szőlőbori székvíz-szódavíz változó arányú keveréke 2015 óta hungarikum. 1842 őszén Fáj András vendégül hívta a Fóti Présházába házába Marti Mihályt és néhány barátját köztük Jedlikányost, aki magával vitte a világ legelső szódásüvegét, és elkészítette a fájbirtokon a legelső fröccsöt, amit spritzernek nevezett el. Vörösmartynak Martinak azonban nem tetszett a névválasztás, így helyette találta ki a frös szót. A bor és szódavíz mennyiségétől függően több, mint 50 frös típus létezik – lehet kicsi, nagy, hosszú lépés, távolugrás, polgármester, alpolgármester, magyar-angol, krúdi fröccs, amelyet névadója egy literes kiszerelésben fogyasztott. 9 deciliternyi bort egy deci vízzel viccelt meg.